Tavasz alatt át az új piacot Mándokon. A nyiregyházától 65 kilométerre fekvő településen minden olyan szolgáltatást el lehet érni, ami egy családnak a mindennapokhoz szükséges kertes házat is lehet venni egy nyíregyházi panel áráért. A járvány ideje alatt sokan megtapasztalták, hogy milyen rossz érzés bezárva lenni egy lakótelepen, ezért megindult a vándorlás a kisebb települések felé. Mondta Seleginé Jánvári Enikő ingatlan szakértő 35 perc című műsorunkban. Leginkább a vidéki családi ház és az olcsóbb családi házak piaca az elképesztő módon megugrott, nyilvánvalóan az állami támogatásoknak is köszönhetően, meg a amiatt, hogy a sokadik emeleten lakó kis lakásban lévő emberek a bezártságtól, tehát menekültek ki, vidéki kisebb házakba akár, és például sok tranzakciónk ilyen ö, indokkal jött létre, hogy egyszerűen nem bírták tovább a bezátságot, és szerettek volna egy kis kertet, egy kis zöld területet, és emiatt ö, inkább bevállalták az ingázást, kimentek vidékre, és vásároltak családi házat. Egy 30-40 éve épített vidéki kertes ház az akkori igényeknek tökéletesen megfelelt. A mai kor és például az állami támogatásokhoz kötött törvényi előírásoknak már nem biztos. Az ingatlan szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a kritériumoknak már a vásárláskor meg kell felelnie az ingatlannak. Nem lehet azt mondani, hogy majd csak a felújítás után teljesíti a szükséges paramétereket. Ugye ott sokszor nyári konyha volt, tehát a konyhának a lakótérből kell nyílnia fürdőszobában nincsen fűtés nagyon sok helyen. Az kötelező, különben nem adják meg rá az állami támogatást. Meg kell lenni a minimális nézetméternek. Egy 58,9 nézetméteres lakóingatlan még nem 60, tehát nem fogják megadni rá az állami támogatást például. Tehát euh, volt már olyan hogy töredik nézetméteren múlott a dolog, nagyon pontosan, nagyon alaposan meg kell nézni, hogy, hogy az az ingatlan ténylegesen megfelel a törvényi kritériumoknak. Fontos előírás az is, hogy ha abban az utcában, amelyben a megvásárolandó ingatlan áll, ki van építve a csatornahálózat, de a kiszemelt ház nincs rákötve, akkor azt meg kell tenni. Ez is feltétele az állami támogatásnak.